Dráguló lakáshitelek, a futamidő végére akár több millióval is nőhet a megvásárolt ingatlan ára. Milliós támogatás, még nyitott a jelentkezés a 18-25 év közötti vállalkozókedvű fiatalok számára. Bike Safe, kerékpár regisztrációval hamarabb megtalálják az ellopott kerékpárokat. Emelkedésnek indultak a hazai bankközi kamatok, ez pedig egyes lakáshitelek törlesztő részletét is elkezdte megemelni. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A változó kamatozású lakáshiteleknél növekedhet a törlesztő részlet, ez pedig végső soron azt jelenti, hogy a megvásárolt lakás lényegesen többe fog kerülni a futamidő végén. A lakáshitel kamatok és a törlesztő részletek emelkedése a lakáspiacot is befolyásolja, mivel a lakásvásárlások több mint 40%-ához hitelfelvétel társul, derül ki az ingatlan.com és a bankráció.hu legfrissebb elemzéséből. Egy változó kamatozású, 20 éves, 10 millió forintos lakáshitel jelentősebb kamatemelkedés esetén akár 3,5 millió forinttal is nagyobb kiadást jelenthet, mint egy fix kamatozású hitelkonstrukció. A megvásárolt ingatlanra felvett teljes összeg pedig még évekkel az adásvétel után is több millió forinttal drágulhat, amennyiben a kamatok tovább emelkednek. A bankráció.hu hitelszakértője szerint erre pedig hosszú távon számítanunk kell. Alapvetően egy nagyon alacsony kamat környezet van most a hitelek tekintetében is. Az átlagos hitelkamat nagyság az 4% körül mozog, azonban az elmúlt hetekben tapasztalható volt, hogy némileg elkezdtek emelkedni a hitelkamatok. Ez az emelkedés mértéke 0,2-0,7% közötti szinten mondható, tehát ez nem olyan nagyon drasztikus, de azért már látszik egy emelkedési tendencia. A kamatemelkedés pedig elsősorban azokat az ügyfeleket érinti, akik korábban változó kamatozású hitelt igényeltek, vagy most esetleg változó kamatozású hitelt szeretnének felvenni, hiszen náluk fog legelőször jelentkezni a kamatemelkedésnek a hatása. Egy 30 millió forintos ingatlan vásárlásához felvett 20 éves 10 millió forintos hitel jelenleg 2,1%-os kamattal elérhető a változó kamatozású konstrukcióknál. Amennyiben nem változna a kamatszint, akkor összesen 12,2 millió forintot kellene visszafizetni a 10 millió forintért. Ha a teljes futamidőre vetítve például 7-8%-ra emelkedik a hitel kamata, akkor a visszafizetendő összeg már 17,2-től 20 millió forintig is terjedhet. A kamatkockázatok ellen viszont védelmet nyújtanak a futamidő végéig fix törlesztő részletet biztosító lakáshitelek. Azok az ügyfelek, akik hosszú távú kamatperiódusú hitelben gondolkoznak, vagy hosszú távú kamatperiódusú hitelt vesznek fel, ők lesznek a legjobban védve az ellen, hogy az átlagos futamidő alatt, ami azért egy elzárók hitelnél 15 év körüli időszakra tehető, minél kevesebb szert tudjon módosulni a hitelének a kamata. A nemzetközi trendek azok azt mutatják, hogy azért már több jegybank, közt az amerikai jegybank is már emelt az alapkamaton, és gyakorlatilag a magyar jegybank is már utalt arra, hogy hosszú távon ilyen alacsony kamatszintek nem lesznek tarthatóak a közeljövőben, tehát számítani lehet arra, hogy egy másfél-két éven belül nálunk is el fog kezdődni a kamatemelés, ami meg nyilván meg fog jelenni majd a hitelkamatok tekintetében is. Hogyha így viszonyítani szeretnénk mondjuk a kamatemelkedésnek a hitel törlesztő részletére gyakorolt hatására, akkor ezt úgy tudnám érzékeltetni, hogyha egy 10 millió forintos hitelről beszélünk és 15 éves futamidőről, akkor egy 1%-os kamatemelkedés, az kb. 4500 forintos törlesztő részletemelkedést fog jelenteni havonta. Trencsán Erika hozzátette, októbertől a lakáshiteleket érintően az adósságfék szabályozásban is várható változás, ezt követően a korábbiakhoz hasonlóan akkor maradhat a 400 ezer forint alatti jövedelműek terhelhetősége 50%, az ennél többet keresőknél pedig 60% a maximális eladósodottság mértéke, amennyiben legalább 10 éves vagy fix kamatozású hitelt választ az igénylő.
2-3 millió forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak a vállalkozó kedvű fiatalok. Az Észak-Alföldi régióban még nyitott a jelentkezés a 18 és 25 év közöttiek számára, azonban pont ez a korosztály nem túl aktív. A 25 és 30 év közöttiek pályázati lehetőségei már beteltek. A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége a kapcsolatépítésben segíti a vállalkozó kedvű fiatalokat, előadásokat, tréningeket szervez. Az elmúlt években az volt a tapasztalat, hogy csekély a fiatal korosztály vállalkozási kedve. Ennek ösztönzésére a vissza nem térítendő támogatásoknál kiírt pályázati korhatárt 30 éves korig emelték. A lehetőségek éppen az utolsó pillanatban vagyunk, hogy még be lehessen nyújtani. A GINOP 522 és szorosan a GINOP 523 tartozik ide, és egyedül Magyarországon, az Észak-Alföldi régióban van még nyitva, és hogy hosszabbították meg ezt a pályázatot. 18 és 25 év közötti fiatal vállalkozók, és a 25 és 30 között is lehet pályázni, de viszont az már teljesen betelt. Ez meg volt hozta százalékosan, 70%-a volt a 25-30 között, és ez teljesen betelt, ott még várakozók is vannak. Ezek alapján 2-3 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek a fiatalok. A pályázatokat a www.vállalkozmagyarország.hu oldalon kell beadni. Ezt egy személyes elbeszélgetés követi. A szabolcsi régióban a Széchenyi programiroda a mentor. A GINOP 522 az egy előfeltétele a pályázatnak, ami egy 72 órás képzés. Ez idő alatt vállalkozói kompetenciákat sajátítanak el a résztvevők, tette hozzá Malecki Tamás. A következő feltétel pedig egy elkészített üzleti terv. A jelentkezőknek rendelkezniük kell az adott régióban szereplő lakcímmel, megalapozott ötlettel, reális elképzeléssel és vállalkozói attitűddel. Nem lehet tulajdonosa más vállalkozásnak, illetve biztosítania kell 10% önerőt. Az elnyert pályázatból létrejött vállalkozást pedig legalább 3 évig fenn kell tartania. Sikeres elbírálás követően már következő nap be tudja adni a vállalkozáshoz szükséges dokumentumokat a pályázó. Az előregedő társadalomban az egyik probléma a generációváltás. Sok esetben nincs kinek továbbadni a cégeket, ugyanis a fiatalokban nincs meg a vállalkozói kedv. Ez vidékre kimondottan jellemző, minden harmadik bejegyzett fiatal vállalkozás ugyanis budapesti. Két hölgyel is beszélgettem, és igazából attól függetlenül, hogy beteltek a helyek, nem hozták az általuk is kívánt elvárást. Mindketten sajnos mondták, sajnálta, egy picit tapasztalható, hogy a 25 éve alatti fiatalokat nagyon nehéz mozgatni. Nem sok perspektívájuk van. Hát, hogy ez mindnek a hibája, nevelés vagy a következő, utána a következő generáció. Ez jó kérdés, ezen szerintem el kell gondolkodni, mert tényleg nagyon nehéz megmozgatni őket, és nincs cél, tehát céltalanok is. Így a legkönnyebb megoldás nekik, és főleg nyáron, egy akár külföldre mennek gyümölcsöt szedni, hajóra, ez tapasztalható. A 25 és 30 év közöttiek aktívabbak, bár a kormány pont a 18-25 közötti fiatalokat szerette volna megmozgatni. A beadott pályázatok nagyon sokrétűek, de a legnépszerűbbek közé tartoznak a kertgazdálkodással kapcsolatos tervek, illetve egy-egy szakma továbbfejlesztése, kisvállalkozása, mint például egy fodrászat vagy kozmetikai stúdió kialakítása. Több helyen megjelent a levegőben a parlagfű és az üröm virágpora, közölte az Országos Közegészségügyi Intézet a Facebook oldalán. Azt ajánlják, hogy a parlagfűre érzékeny allergiások keressék fel a kezelő orvosukat. A következő napokban azonban átmenetileg csökkenhet a pollen terhelés a záporok, zivatarok miatt. A csalánfélék virágpora közepes, magas koncentrációban lehet jelen a levegőben, a pázsitfűfélék és az útifű pollen koncentrációja többnyire alacsony, esetenként elérheti a közepes szintet, és a lórom, a libatop félék, valamint a kevésbé jelentős allergének közül a kenderfélék pollen koncentrációja továbbra is várhatóan alacsony marad. Magyarországon több mint 10 000 kerékpárt lopnak el évente, amelynek nagy része nem kerül elő. A statisztika azonban javítható, ha a tulajdonosok regisztrálják kerékpárjukat a Bike Safe vagyonvédelmi programban. Ennek is köszönhető, hogy a kerékpárlopások mutató számai egyre jobbak a megyében. Spirál, számzáras,
összecsukható és U alakulakat. A lehetőségek tárháza szinte végtelen, ha a kerékpárunk megóvásáról van szó. Nyáron a megnövekedett kerékpár használattal párhuzamosan megnőnek a kerékpárlopások is. Sok tulajdonos le sem csukja a bicikliét, pedig már egy közepes árkategóriájú összecsukható zár is hosszú percekre, akár órákra megnehezítheti a felkészületlen tolvajok dolgát. A megfelelő helyszínen, a megfelelő módon kell hagyjuk, tehát nem szabad eldugott helyen hagyni, és minden körülmények között érdemes lánccal, lakattal megóvni a kerékpárt a lopástól. Különböző kialakítású zárak, láncok vannak erre kereskedelmi forgalomban, különböző minőségben. Minél jobb minőséget választunk, annál biztosabb a megóvása a kerékpárunknak. A szakember hozzátette, 100%-os biztonság nem létezik. Ezért fontos, hogy ha mégis eltulajdonítják a két kerekűt, a rendőrség a lehető legtöbb információ alapján tudja azt megkeresni. A kerékpár adatainak regisztrációjára a BikeSafe vagyonvédelmi program keretein belül van lehetőség. A BikeSafe program nagyon népszerű program Magyarországon. A történet lényeg arról szól egyébként, hogy a kerékpári regisztrációs rendszerbe kerül, mégpedig oly módon, hogy vagy az interneten keresztül regisztrálják az állampolgárok a kerékpáraikat egy felületen, a különböző adatokat kell kitölteni a kerékpára kapcsolatban, illetve a tulajdonos adataival összefüggésben. Ez a másik lehetőség az, hogy rendszeresen szokott a főkapitányság különböző rendezvényeken BikeSafe regisztrációt tartani. Ezt előre meghirdetett időpontra kerül erre sor, tehát tudomást szerez róla a lakosság, és ekkor nyílik rá lehetőség. A folyamat nagyon egyszerű. A rendőrség lefotózza a kerékpárt mindkét oldalról, szemből, majd alulról, hogy az alvásszám is jól látható legyen. Ezután egy általános nyomtatványon rögzítik a kerékpár legfontosabb adatait, az évjáratot, a sebességek számát, a váz és kerék méretet, valamint feljegyzik a kiegészítőket is. A kerékpár tulajdonos adatait is rögzítik, aki ezután egy BikeSafe kártyát kap, ezzel tudja magát igazolni, hogyha szükséges. Az utolsó lépés, hogy felkerül a BikeSafe matrica a bicikli egy olyan pontjára, ami kevésbé jól látható, de az esőtől valamennyire védett. Ezt a regisztrációt bárki elvégezheti online felületen is, aminek egy jelképes 900 forintos egyszeri díja van. Talán ennek is köszönhető, hogy a mutatószámok egyre jobbak a megyében. Egy tendenciát lehet megfigyelni, változás nem történik, viszont a kerékpárok száma nyilván évről évre egyre több. Úgyhogy összességében azt mondom, hogy ez pozitív dolog, hogy a eltulajdonított kerékpárok száma az nagyjából ugyanannyi, viszont a kerékpárok összlétszáma a megyében az sokkal nagyobb. A regisztrált kerékpárt ellopás esetén a bikesafe.hu oldalon lopott státuszúvá állíthatja a tulajdonos, így az adatok nyilvánossá válnak a rendőrség számára, és azonnal elkezdik figyelni az internetes hirdető oldalakat is. A honlapon bárki számára elérhető az ellopott kerékpárok adatbázisa, így aki hasonló kerékpárt lát, tudja értesíteni a rendőrséget, segítve ezzel a biciklik megtalálását. A közönség már a héten megveheti a jegyeit a Vidor Fesztivál színházi verseny programjának előadásaira. Július 23-ától a színházi bérlettel rendelkezők vásárolhatnak jegyeket, 26-ától a jegyek bárki számára elérhetőek lesznek, illetve 28-ától már az online jegyvásárlás is elindul a moritzszínház.jegy.hu oldalon. A színházi versenyprogram augusztus 24-től szeptember 1-jéig tart a Krúdi Kamarában, valamint a Móricz Zsigmond Színház nagy színpadán olyan előadásokkal, mint az Ádám Almái, a párterápia és a bankhitel. A programokról és a jegyárakról a Vidor Fesztivál hivatalos oldalán tájékozódhatnak. Szépen cseperednek az amerikai bölényborjak a Nyíregyházi Állatparkban. A Sóstó gyógyfürdői állatgyűjteményben idén egy hónap különbséggel két apróság is született. A két fiatal bölényt már a látogatók is megtekinthetik a park Amerika élővilágát bemutató kifutórendszerében. Észak-Amerika legnagyobb testű szárazföldi emlőseit már régóta láthatja a közönség a Nyíregyházi Állatparkban, és most kifutójukban egy hónapon belül kétszer is kopogtatott a gólya. Az elés mindkét esetben problémamentesen zajlott, így nem volt szükség sem a gondozók, sem az állatorvos segítségére. Az amerikai bölényborjuk idejük nagy részét még pihenéssel töltik. Jelenleg még jó részt anyateljel táplálkoznak, de már elkezdték a szálas takarmány fogyasztását is. A nagyobbik borjú egy hónappal idősebb kisebbik testvérénél, ő már elkezdett ismerkedni a kis testvérrel, és hívja játszani is, így hamarosan a nagy kifutórendszerben két játszadozó borjút is meg tudnak tekinteni az ide látogatók. Nem csak testméretben van különbség ilyenkor a kicsik és az ivarélet állatok között, hanem más a színezet
őket is, és a borjaknak. Ilyenkor még világos barna bundával bírnak, és ivaréletkorban lesznek sötét barna szőrűek. Az amerikai bölény társas állat. Egykor százezres csordákban vándorolt a prériken. Állománya ekkor elérhette az 50 millió egyedet. Egyes észak-amerikai indián törzsek táplálkozásukban és ruházkodásukban gyakorlatilag teljes mértékben ettől az állattól fügtek, számtalan módon hasznosították az amerikai bölényt. A faj az európaiak megjelenésével, a telepesek könyörtelen mészárlását követően a kihalás szélére sodródott a 19. században. 1905-ben azonban megalakult az Amerikai Bölényvédelmi Társaság. Szerencsére néhány száz példány megmenekült, ami elegendő volt a faj túléléséhez. Ma állományuk 50 ezer állatra tehető, s ezzel úgy tűnik, biztosítva van a faj fennmaradása. Manapság az amerikai bölény főként a nemzeti parkokban, sokkal kisebb csapatban él. Nem sikerült jól a Kisvárda bemutatkozása a labdarúgó NB1-ben. Kondás Ellemér együttese 4-0-ás vereséget szenvedett Felcsúton a MOL Vidi otthonában. Bár Felipe 11-est is hárított, a büntetőt összehozó Vári korai kiállítása megpecsételte a Várda sorsát. Itt pedig a Kisvárda kezdőcsapata. Itt azért bőven vannak olyan játékosok, akikkel eddig még nem találkozhattunk, hiszen 5 új igazolás is ott van a kezdő 11-ben. Sem időben nem egy könnyű történet. Lazovics-e siker, az 11-es. És ráadásul piros lap. Márkos Csepovics a labda mögött. Viszont kihagyja! A brazil Felipe úgy mutatkozik be Magyarországon, hogy kivér egy büntetőt az első mérkőzésén. A székesfehérvári csapat 2009-ben fejezte be a bajnokságot Fehérvár néven, és most megszerzik a vezetést. Immár MOL Vidi néven az első alkalommal talál be a székesfehérvári csapat az NB1-ben. Ha nem megy be a büntető néhány perccel később, Lazovics eredményes akcióból. Szép akció a jobb oldalon, Négó szokásához híven felzárkózik az akcióval. Lazovics pedig középen kapásból 9 méterrel behelyezi a bal sarokba. Nagyon szép gól, és ezzel megszerzi a vezetést a hazai csapat. Azért van jelentősége, mert aki ukrán állampolgár, az ebben a viszonylatban európai játékosnak számít. Négó teszi át a túloldalra. Csepovics óriási védés Felipétől, de már nem volt értelme, mert hogy benn volt a labda. 2-0. Csepovics a második videótongol szerzője. Elsőre talán úgy nézett ki, hogy Felipe még a gólvonal előtt játékba tudott avatkozni, de ezek szerint nem. Hasonló támadás végén szerezi a második gólját is a videóton, és ezúttal is Négó adja a gólpaszt. Valóban bent volt egyértelműen. Megmondom őszintén, ilyen abszurd jelenetet nem láttam még. Lazovics. És itt a harmadik videóton gól is. Ezúttal a csapatkapitány érkezik középen, Juhász Roland góljával 3-0. Egy fél idő alatt mondhatni kiüti a videóton az újoncot. Azt is érdemes figyelni, hogy Kovácsot elfut a labda mellett, és Ilics arra figyelt, hogy kilépjen Kovácsra. Így viszont csak egy tagú maradt a sorfal, be tudott érkezni középre a labda, Juhász pedig két lépéssel bepofozza, Párcvánia maradt le róla. Pátkai. Sós. Ő még azért megpróbál betörni a 16-oson belülre, és ad egy gólpassz Csepovicsnak, 4-0. Látunk még gólt itt a végén. Mindnak és Csepovics betalál a mérkőzésen. Márkó még az első játék részben, Stefan pedig a másodikban. Sós Bence pedig első MOL Vidi FC-s mérkőzésén rögtön gólpaszt ad. Pátkaitól az indítás. Betör a 16-oson belőle Sós. Ezért kellett ehhez nagy adag szerencse. Felipe már elmozdult a másik irányba, és nem ér vissza. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden.
Egyelőre csak a változó kamatozású lakáshiteleknél emelkedhet a törlesztő részlet, miután az idén növekedett a 3-12 hónapos bankközi kamat, vagyis a bubor szintje. A lakáshitel kamatok és a törlesztő részletek emelkedése pedig a lakáspiacot is befolyásolja, mivel a lakásvásárlások több mint 40%-ához hitelfelvétel társul. A kamat kockázatok ellen viszont védelmet nyújtanak a futamidő végéig fix törlesztő részletet biztosító lakáshitelek. Az előregedő társadalomban az egyik probléma a generációváltás, sok esetben nincs kinek továbbadni a cégeket, ugyanis a fiatalokban nincs meg a vállalkozói kedv. Ez vidékre kimondottan jellemző, minden harmadik bejegyzett fiatal vállalkozás ugyanis budapesti. A fiatal vállalkozók pedig 2-3 millió forintos támogatást is igényelhetnek. Magyarországon több mint 10 000 kerékpárt lopnak el évente, ezek nagy része nem kerül elő. A statisztika azonban javítható, ha a tulajdonosok regisztrálják kerékpárjukat a Bike Safe vagyonvédelmi programban. A kerékpár és annak tulajdonosának legfontosabb adatait a rendőrség kezeli, lopás esetén a kerékpárok adatbázisa nyilvánossá válik, így bárki segítheti a hatóság szakembereinek munkáját. Ilyenkor fokozottan figyelik az internetes hirdetési oldalakat is. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 23-án hétfőn. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap szeles, de meleg nyári időre számíthatunk. Légköri front nem éri át térségünket, észak-kelet felől viszonylag alacsony nedvességtartalmú, továbbra is meleg levegő áramlik fölénk. Az előttünk álló éjszaka csökken a felhőzet, este helyenként még záporeső zivatar is kialakulhat. Az északi szél megélénkül, időnként megerősödik. Reggelre általában 18 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén és erősebben felhős időszakok, illetve területek váltakoznak. Elszórtan zápor, néhol zivatar előfordulhat. Az élénk északi szelet sokfele erős lökések kísérik. Délutánra 29 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért a déli kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. A következő napokban meleg nyári időre van kilátás. Kezdetben általában több órára kisüt a nap, és a gomoly felhőkből csupán elszórtan valószínű csapadék. A hétvégén a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett még számíthatunk hosszabb, rövidebb napos periódusokra, de már több helyen előfordulhat záporeső, zivatar. A szél zivatarok környékén átmenetileg megerősödik. A hőmérséklet továbbra is meghaladja kissé a sok évi átlagot.